Április 29 a Táncvilágnapja. Erről kérdeztük Szatmári Évát és Kalmár Gergőt, a Cuhári Táncműhely táncosait. Április 29 a Táncvilágnapja. Ennek apropóján a vendégeink a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola tánctanára Szatmári Éva, aki egyben a Szegedi Cuhári Táncműhely táncosa is, és Kalmár Gergőt, aki szintén a Szegedi Cuhári Táncműhely táncosa. Köszöntelek titeket! Kicsit először is beszéljünk így a virágnapról, mit is tudhatunk róla, és mióta is ünnepeljük ezt. Mi is sok szeretettel köszöntjük a nézőket is, illetve téged is. A Táncvilágnapjáról azt kell tudni, hogy 1982 óta tartják minden év április 29-én. Ekkor döntötték el az UNESCO-ban, hogy legyen ennek is egy világnapja. Maga a dátum az egy francia táncos koreográfus születési dátumához kötődik. A nevében segíts egy kicsit, mert... Novernek hívták őt, igen, egy balettáncos koreográfus volt, igen. A 18. század elején, 1725-ben, ha jól emlékszem, akkor született, az április 29, az a biztos. Tehát az ő születési dátumához, illetve az UNESCO-hoz köthető ez a világnap, amit mindenhol táncrendezvényekkel próbálnak meg megünnepelni. Igazából az volt a céljuk ezzel, hogy létrehozták ezt a világnapot, hogy egy kicsit a táncot beemeljék az oktatási rendszerbe egészen alapfoktól az egyetemekig, mert úgy gondolták, hogy ennek nincs kellő, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy nem jelenik meg úgy, ahogy ők ezt szerették volna, és ez volt az egyik fő céljuk. Beszéljünk egy kicsit így a néptánc történetéről, a magyar néptáncról, miben is más, mint más ország néptáncai. Hát a történetéről igazából nincs különösebb mondani való, ugyanolyan ősi táncként indult nyilván, mint minden más tánc. Hozzátartozott az embereknek a hétköznapjaihoz szinte, vagy inkább az ünnepnapjaikhoz, de hogy ez ilyen teljesen természetes dolog volt már nagyon régről. Aminek mi köszönhetjük most azt, hogy Magyarországon ez ennyire jelen van, az, hogy egyedülálló módon szerintem, hát a Kárpát-medencében is, de én úgy gondolom, hogy világon egyedülálló módon ez a tánc tud még ma is improvizatív tánc lenni, tehát nem színpadra dolgozunk elsősorban, még a gyerekekkel sem, hanem úgy próbáljuk nekik megtanítani, hogy ők ezt használni, alkalmazni tudják nem is tudom, hétköznapjaikba, vagy inkább a bulikon, hát most ezt lehet, hogy nem jó kifejezés, de hogy ezzel ők bulizni is tudjanak. Ne csak kötelesség, meg produkció legyen, hanem teljesen ilyen velük, mint minden mozgás. Dolog, nem egy múzeumi dolog, hanem teljesen élő. Tehát Magyarországon több tíz, de talán százezeren is vannak azok, akik ezt nem őrzik ezt a hagyományt, hanem megélik. Tehát mai napig változik, formálódik, ez így évszázadok óta, ugye a környező népeknek a táncaival is fúzionál, megjelennek benne a polgári táncok, a svábok, ahogy betelepítették, ezek a táncok is megtalálhatók a magyar tánckultúrában, és mai napig változik, formálódik, és megéljük ezt nagyon sokan szerencsére. A táncház mozgalom az ugye egy teljesen magyar sajátosság, ezt azt hiszem, hogy hungarikumként tartják most már nyilván. Ez indította el igazából a néptáncosoknak ezt a mostani, nem is tudom, szerveződését. Azt hiszem a 70-es években volt az, amikor elindultak népzenészek és néptáncosok, hogy még fölgyűjtsék azokat a táncokat, amiket az idősektől még ők meg tudnak tanulni. És ez aztán annyira jól sikerült, hogy hál' Istennek ezt tényleg most már ilyen hungarikumként tartják nyilván. Viszont ez is nagyon sokat változott azóta, mert hogy táncházmozgalom meg néptánc, nagyon sokan ezt úgy képzelik el, hogy elmenjünk valahol, és akkor szépen beöltözve, viseletbe ott táncolunk. Ez nem teljesen így van, tehát egy néptáncos is egy ránézésre ugyanolyan, mint egy átlagember, mondjuk úgy, mert hogy átlagembernek viszont meg nem mondanám, mert hogy egy ilyen közösséghez tartozni, meg ezt így megélni, az szerintem valamivel több, mint az. De tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint hogy a mai fiatalok, akár divatosan, csinosan, kényelmesen öltözve, elmennek és szórakoznak egy jót, de egész este.
és a szórakozás itt a táncot jelenti, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Véleményetek szerint mit ad a tánc a gyerekek számára? Hát szerintem elég sok mindent. Kezdve azzal, hogy a mozgásukat ugye fejleszti, tartásukat javítja. Tartozni fognak egy olyan közösséghez, ami abszolút befogadó. Tehát a néptáncos közösségről köztudott, hogy nagyon befogadó közösség, és nem utolsó sorban olyan közösség, ahol a gyerekektől, a felnőtteken keresztül az idősebbekig is egy társasághoz tartoznak. Tehát tudnak együtt úgymond bulizni is. Tehát, hogyha elmegy az ember egy táncházba, akkor ott lát 15 éves fiatalt is, még az is előfordult, hogy gyerekeket is, mert igen, sokszor gyerekeket is hozzák magukkal a szülők, tehát kicsi gyerektől elkezdve az 50-60 éves emberig egy buliba ott tud lenni az összes generáció szinten. És ugyanúgy jót szórakoznak ugyanarra a zenére, ami azért nem mondható el minden. Igen, igen, minden helyről. Ez is így van. És úgy gondolom, hogy most aztán főleg, amikor ez a vírusos helyzet van, és a gyerekek annyira el vannak zárva egymástól, meg a felnőttektől is szinte, nagyon fontos lesz majd az nyáron, hogy ezek a gyerekek újra találkozni tudnak egy olyan közösségbe, ahol jól érzik magukat, mert szerencsére a kötelességtől eljutunk egy idő után oda, hogy nagyon jól tudják magukat érezni. Úgyhogy reménykedünk a nyári táborokba, hogy azokat meg tudjuk tartani. Igen, mit ad a gyerekeknek, tehát, mint ahogy mondtad is, hogy a tartásjavítás, tehát a magyar néptáncról tudni kell, hogy ugye ez a paraszt embereknek a tánca volt. A paraszt emberek nem voltak buták, ami kényelmetlen, azt nem csinálták. Tehát a magyar néptáncban van egy figura, az biztos, hogy kényelmes lesz, egy természetes tartással kell, egy természetes mozdulatsor. Tehát fizikailag is csak pozitívat ad a gyerekeknek, mert hogy ezeket a dolgokat javítja, nincs semmi rákényszerítve, ami természetellenes lenne, se tartás, se mozdulat. És ez vonatkozik így erre az egész milliőre, hogy a természetesség, a kényelem, annak ellenére, hogy ha már ugrálni is kell bizonyos táncokban, és nem feltétlenül mindig kényelmes, de maga az egész egy egészséges dolog úgy fizikailag, mint lelkileg. Igen, és ugye azt meg ilyen kutatások támasztják alá, hogy a tánc, mint olyan, az a gyerekeknek nem csak a mozgás, meg egyáltalán, tehát az embereknek nem csak a mozgására, hanem az agyuknak a fejlődésére, a gondolkodásukra, tehát minden egyébre kihat. Van olyan hely, ahol terápiaként is használják a táncot, és teljesen jó szerintem. Mit is tudhatunk a Cuhári táncműhelyről? Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben. A Cuhári táncműhely 2004-ben, jól mondom, 2004-ben alakult, akkor igazából egy ilyen baráti társaság volt, akik elkezdtek együtt táncolni, és így az évek során ez elkezdett bővülni, két év múlva már egyesületként kezdett dolgozni, egyre több csoportja lett, most is három csoporttal dolgozunk, mintegy olyan 60-70 fő körül vannak a tagjaink. Hát eleinte leginkább táncerőadásokat csináltunk. Célunk volt az, hogy bemutassuk a Kárpát-medencének a táncos örökségét, ügyelve arra, hogy a megfelelő zenére, kizárólag élő zenével, tehát ez nagyon fontos volt számunkra, illetve az adott tájegységnek megfelelő népviseletekben álljunk színpadra, hogy minél hitelesebb képet tudjunk erről mutatni. Az utóbbi években viszont köszönhetően több pályázati lehetőségnek leginkább a szervezési munkákat vettünk a nyakunkba. Tehát minél több táncházat igyekszünk tartani, meghívni más együtteseket, úgy zenekarokat, úgy táncegyütteseket Szegedre, illetve a környékbe előadásokat tartani. Itt a kistelki kistérségnek is több településén rendszeresen tartunk népzenei koncerteket, táncházakat, tehát úgy Balástján, Kisteleken, Pusztaszeren. Legutóbb rendhagyó énekórákat tartottunk, ahol a gyerekek megismerkedhettek az autentikus népi hangszerekkel, és itt nem csak a hegedű, brács, a bőgő trióra gondolok, hanem olyanokra is, amikkel nem feltétlenül találkoznak minden nap, vagy akár az énekórán, például a tekerőlant, ütőgardon, doromb, stb. Tehát most leginkább a szervezési munkákban vagyunk benne, illetve már a kezdetektől fogva igyekeztünk támogatni feltörekvő együtteseket, zenészeket, illetve az ifjúság támogatás az mindig is a célunk volt.
Itt meg lehet említeni a Korinta zenekart, akik már felnőtt emberek, többen közülük végzett diplomás népzenészek, és gyerekkorukban kezdtük el a pályájukat egyengetni, úgymond, és azóta már ilyen kölcsönös együttműködés van, de több más zenekar is van, aki a támogatásunkat élvezi, hogyha fogalmazhatok. Aki annak idején megalapította a Cuhári táncműhelyt, Kovács Zoltánnak hívták, és ő sajnos már nincs közöttünk. Az ő emlékére szoktunk minden évben egy rendezvényt tartani, ahol különböző együtteseket hívunk meg, és az ott befolyó összeggel is a fiatal gyerekeket szoktuk támogatni, vagy néptáncosokat, népzenészeket, attól függ, hogy kik jelentkeznek rá. És a korindásokkal kezdtük, igen, a Korinta zenekarral, ők voltak nagyon kicsik, amikor őket felkaroltuk. Őket Kovács Zoli kezdte eltanítani furulyázni, és őket így megörököltük, igazából azért kapcsolódnak hozzánk szorosan. És igen, azt nem mondtuk, hogy a nagy együttesen kívül van egy kezdő felnőtt csoportunk, akik olyan tagokból állnak, akik felnőtten jutnak el odáig, hogy ők szeretnének megismerkedni a magyar néptánccal és a népzenével. Egy teljesen kezdő csoportnak indult pár évvel ezelőtt, most már azért ők sem nagyon kezdők, és... Hány évvel ezelőtt indult el a gimnáziumi csoportunk? Három évvel ezelőtt, ilyen 11-12 taggal, és most már ők is vannak több mint 30-an, és közöttük vannak olyan gyerekek, akik a Kisteki Művészeti Iskolába járnak még, mint középiskolások, és járnak a Cuháréba is, a középiskolai csoportban, úgyhogy ilyen kapcsolódásaink is vannak a várossal és az együttessel. Igen, tehát erről a középiskolai csoportról tudni kell azt, hogy ők már haladó táncosok, tehát ilyen középiskolás, meg egy-két fiatal egyetemista van benne, és a csoport 90%-ának van egy úgymond anyaegyüttese, tehát mi nem kiragadtuk onnan őket, hanem egy másik alternatívát nyújtunk nekik. Lényegében de tényleg szórakozásból lehet járni, tehát nem fellépésekre készülünk, ha bár mondjuk nagyon szívesen vállalnak ilyet is, hát gyerekek végül is még mondhatom Igen. azt, de itt leginkább a társaság miatt örömből járnak össze, még a középiskolai óráik, illetve az anyatánc együtteseik próbái mellett. Aki Kistelekben vagy a járásban él, hogyan is ő csatlakozhat ehhez a táncműhelyhez és hozzátok? Hát elsősorban a művészeti iskolán keresztül, főleg ugye kicsi gyerekekről is beszélünk, Balástján már óvodáskortól, itt Kisteleken, ugye a Kisteki Művészeti Iskolának Balástján és Kistelken vannak telephelyei, ezért emlegetjük folyton Balástját is. Kisteleken pedig általános iskolás kortól lehet csatlakozni. Aztán később, hogyha a művészeti iskolás kereteket kinövik, akkor mi próbáljuk őket ugye a Cuhári táncműhely felé terelni, ez a saját csoportunk felé. Sokan lettünk az évek alatt annak idején, amikor 2004-ben elindult a művészeti iskolába a néptánc oktatás, akkor egy ilyen pár 11-12 gyerekkel indultunk el, és most arra eljutottunk odáig, hogy közel 100 gyerek jár különböző ilyen korosztályos csoportokba. Az óvodások ebben még nincsenek is benne. Mostoha volt a helyzet, mert az óviban nem tudtunk tartani ebbe az évben, de reméljük, hogy jövőre ez újra visszakerül. Tehát ilyen közel 100 gyerek, 6 csoportba. Nyilván sok a lemorzsolódás, mert én azt szoktam mondani, hogy minden gyereknél eljön az a pillanat, amikor nyűgnek érzi, vagy még nem érzi annyira magáénak. Tehát addig el kell jutni. És az kemény, kemény munka, amíg odáig eljutunk, hogy ezt a gyerekek már azért csinálják, mert kedvelik. Tehát ez általában a felső tagozat. Addig egy-két ilyen buktatón át kéne őket löködni, közösen a szülőkkel megpróbáljuk néha sikerül, néha nem. Ez abszolút gyerek és szülő, meg nyilván pedagógus függő is. Viszont, hogyha már odáig sikerül eljutnunk, mint ahogy most eljutottunk a 7.-8. csoportunkkal, hogy ők már azért járnak, mert ezt tényleg nagyon szeretik, bulizni tudnak vele, táncházakba eljönnek már ők is, nem csak a nagyobbak. És aki megmarad
ott ezeken a buktatókon átlendül, azt szoktam mondani, hogy azok megmaradnak a néptáncos társadalomnak örökös tagként, mert onnan már, ők már annyira meg vannak fertőzve, hogy onnan már nincs visszaút szerencsére ez. Én úgy gondolom, hogy előny mindenféleképpen. A Kistelki Művészeti Iskola gitártanszakának növendékei tekinthetik meg a következőkben. Balogh Viktor következik, két darabot fog játszani, Patrice Durand Chambretons, illetve Bernardini Irma keringője. Viktor és Noel két duettet fognak még eljátszani, egy paraszkantáta duett,
illetve pillanat, Andrew Forrest ski jump váltz. Két fingerstyle lapot fog előadni, Andy Grammer, Don't Give Up On Me, illetve Imagine Dragon, Demons. Thank you.
Pandémia mentális egészségre gyakorolt hatásairól kérdeztük Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét, Dobos Jánost kérdezzem arról, hogy a bezártság mennyire is nehezíti meg ebben az időszakban a home office-ban vagy idősebb korosztályt, aki otthon tartózkodik. Az ön véleménye szerint mit tehetünk a mentális egészségünkért? Beszéljünk erről egy kicsit. Az alapítványunk alapvetően azzal foglalkozik, hogy segítséget nyújt olyan embereknek, akiket a pszichiátrián ért jogi sérelem. Viszont ennek kapcsán mi ugye azért elég alaposan vizsgáljuk az egész területet, a mentális egészségügyet, a pszichiátria területét is. És hát ugye nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt évben egy olyan időszakot éltünk át, ahol teljesen a feje tetejére állt az életünk. Megszorításokkal lettünk tele, bizonytalansággal vagyunk tele, sokkal nehezebb megjósolni a jövőt, mint korábban volt, és ez értelemszerűen sokkal nagyobb lelki terhet jelent az emberek számára, legyen szó akár azokról, akik valamilyen üzletet üzemeltetnek,
egyáltalán valami szolgáltatással foglalkoznak, vagy az átlag emberről, aki próbálja a saját családjának a megélhetését biztosítani. De mindenféleképpen egy embert próbáló időszak ez, és én azt gondolom, hogy teljesen normális emberi reakció az, hogy egy ilyen helyzetben az ember feszültebb, szorongósabb, megterheltebbnek érzi magát, nem csak fizikailag a kevesebb mozgás miatt, de mentálisan is. Ilyenkor joggal merül fel, hogy mit tud az ember ezzel kezdeni, vagy hogyan tud erre reagálni, hogy tudja egészségesen átvészelni ezt a dolgot mentálisan. És az alapítványunk tevékenysége során mi nyomon követjük azt, hogy mi történik a pszichiátria területén úgy általában, és mostanában nagyon gyakran futottunk bele abba, hogy sorban jelennek meg híradások arról, cikkek, vagy műsorok, amik arról szólnak, hogy mennyire növekszik a mentális betegségek száma ugye ebben a pandémiás időszakban, a mentális megterheltség következtében. Mi úgy látjuk, hogy ez egy kicsit mondva csinált dolog, hiszen ez egy teljesen normális emberi reakció, hogyha valaki mentálisan megterheltebbnek érzi magát, de ezt összemosni azzal, hogy itt mentális betegségek széleskörű elszaporodásáról van szó, szerintünk nagyon erős túlzás. Ugyanis el lehet menni egy pszichiáterhez, ha az ember szorong, vagy hasonlóan érzi magát, de ott az fog történni, hogy fölírnak neki egy olyan gyógyszert, ami egyfelől csak el fogja kendőzni az ő mentális nehézségét, tehát nem fogja megoldani, ettől nem fog a helyzet kezelődni, ami ugye előidézi ezt a mentális nehézséget. Másrészt pedig ezeknek a tudatmódosító szereknek, amiket a pszichiátrián felírnak, mert hogy ezek ilyen anyagok, számos olyan nagyon kellemetlen mellékhatása lehet, amelyek akár hosszabb távon megkeseríthetik, vagy akár meg is nyomoríthatják az ember életét. Nagyon sok ilyen esetben dolgoztunk már a munkánk során. Ezért mindenféleképpen óvatosságra intjük az embereket ezzel kapcsolatban. Nem kell azonnal pszichiáterhez rohanni, hogyha úgy érzi, hogy mentálisan esetleg összeomlóban van, hanem lehet keresni olyan észszerű eszközöket, amelyek szintén segítenek az embernek átbillenni egy nehéz időszakon. Önmagában az, hogyha az ember jó nehezebben mozoghat, vagy kevésbé mehet ki, de hogyha kommunikál más emberekkel, beszél a barátaival, kapcsolatban van minél több emberrel, ha az ember tud magának időt szakítani arra, hogy egy kicsit mozogjon, mégiscsak kimenjen a friss levegőre, ezek nagyon-nagyon sokat számítanak, és az immunrendszer erősítéséhez is fontos az, hogy az ember ugye a testét mozgassa egy kicsit. Tehát a testmozgás az nagyon sokat számít szerintem, illetve egyszerű dolgok az, hogy az ember igyekezzen odafigyelni a táplálkozására, igyon elég folyadékot, tartsa magát és a testét olyan állapotban, hogy minél kevésbé essen össze tőle mentálisan. Foglalja el magát az ember valamivel. Mondanám azt is, hogy kicsit húzza ki a tévét a falból, mert ugye nagyon sok negatív hír jön ilyenkor a médiából is, ami hát megint csak ugye nem segíti elő az ember mentális egészségét, sőt éppen nem olyan régen utána jártam annak, hogy az immunrendszer erősítésének és gyengítésének mik a tényezői, és kifejezetten többfelé is azt írták, hogy a stressz, a félelem, az gyengíti az embernek az ellenálló képességét, ami hát természetes dolog, ez azt gondolom, hogy valójában nyilvánvaló. Ilyen tekintetben, ha az ember stresszeli magát a sok rossz hírre, nem is biztos, hogy jót tesz vele magának. Tehát az ember forduljon egy kicsit kifelé, próbálja megmozgatni magát, nyúljon ki más emberek felé, beszélgessenek. Szerintem ezek nagyon sokat számítanak abban, hogy át lehessen vészelni ezt a nehéz időszakot. Nem mondom azt, hogy szükséges esetben ne forduljon orvoshoz, hiszen ilyesmire szükség lehet, de azt gondolom, hogy nem muszáj rögtön elrohanni, főleg nem pszichiáterhez, ahol, ahogy említettem, olyan nagyon kemény szereket írnak fel, ami hosszú távon lehet, hogy sokkal rosszabb lesz. A család hogyan is tud abban segíteni, hogyha gyerekein vagy szerettein tapasztalnak ilyen lelki traumákat vagy mentális problémákat? Ha ilyesmi merül fel, és a mai helyzetben joggal tehetjük fel ezt a kérdést, hiszen azt hiszem sokan szenvednek ettől, valóban a család lehet az egyik olyan, amelyik nagyon hatható segítséget tud nyújtani egy ilyen esetben. A legfontosabb szerintem az, hogy észleljük azt, hogyha valaki tényleg nagyon beborul, és látszik, hogy elkezdi lehúzni őt a mentális állapota. Egy jó beszélgetés, az, hogyha együtt elmennek sétálni, szerintem sokat számít. Fontos, hogy az ember kifelé fordítsa a figyelmét, ne befelé emészze magát. Ugye ebben is a család megint csak tud segíteni.
sokszor nem is csak a család, de a barátok, a közeli ismerősök ugyanilyen jó szolgálatot tehetnek, egy igazi szívbéli barát, akivel az ember meg tudja osztani a gondolatait, az megint csak terápiás értékű lehet. Tehát szerintem ezeket mindenféleképpen érdemes tekintetbe venni, és érdemes használni, hogyha azt látja valaki, hogy elkezdik őt maguk alá temetni, vagy elkezdi lehúzni őt, az a mentális terhelés, ami a jelenlegi helyzetben éri. A Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából készített kisfilmünket tekinthetik meg a következőkben. Egy nap Elvis szemével. A vakvezető kutyákat tisztelet és kíváncsiság övezi. Sokak számára rejtély, hogy ember és kutya hogyan képes hatékonyan kommunikálni, dolgozni, megbízni egymásban. A vakember számára a kutya nem segédeszköz. Sokkal több annál. Olyan társ, aki fogyatékosságával, jó és rossz tulajdonságaival együtt elfogadja, és segíti a látássérült embert úgy, hogy teljes szabadságot, önállóságot és biztonságot nyújt. Képes alkalmazkodni a gazda napirendjéhez, életmódjához. De ugyanúgy, mint mi emberek, szükségletekkel, érzésekkel, önálló gondolatokkal rendelkező élőlény. Egy fárasztó nap után neki is szüksége van egy kis lazításra, törődésre. A vakvezető kutyákat okosan kell szeretni. Meg kell találni a megfelelő módját hálánk és érzelmeink kifejezésének. Bár szigorú szabályok szerint kell élniük, minden nap megkapják mindazt, amire érzelmileg és fizikailag szükségük van. Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. Elvis, egy fekete labrador, otthon kutya fekhelyén csukott szemmel pihen. Fejét egy májva színű műanyag kutya ágy peremén nyugtatja. Egyik mancsa kilóg, szeme néha kinyílik, majd visszacsukódik. Sziasztok! Elvis vagyok, vakvezető kutya. 8 évvel ezelőtt a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolába kerültem a testvéreimmel, ahol azt tanították meg nekem, hogyan is tudok segíteni a látásukat elvesztett embereken. Végül gazdához csak én kerültem, mivel egyedül én feleltem meg a magas követelményeknek. A gazdám Szabolcs még alszik, de valahogy én ma korábban ébredtem. Szabolcs nyakig magára húzott paplannal pihen. Elvis már ébren figyel. Amíg nem kell fel Szabi, addig nekem lehet még pihenni, de közben is figyelem a szemem sarkából, ha szüksége van rám, akkor ott legyek. Arra gondoltam, amíg alszik, elmesélem nektek, hogy miből is állt a tegnapi napom. A tegnapi nap is az ébredéssel kezdődött. Szabi kinyomja telefonja ébresztőjét, majd megsimogatja az ágya mellett fekvő Elvist. Ilyenkor szerencsére mindig jut idő egy kis simogatásra. Ezután következik a reggeli, amit én személy szerint nagyon szeretek. Szabi felöltözve sétál a konyhába. Elvis előső tapancsaival felugorva izgatottan jelzi a kamra ajtaját. Természetesen semmit sem hagyok a tálamban, mielőtt odaadnám Szabinak. Elvis reggeli után táját szájába véve viszi a gazdihoz. Szabi pacsit kér, majd elismerően simogatja meg a kutyust. Szabi már kabátban Elvisszel lép ki az ajtón. Induláskor azonnal felkerült rám a hám, amiből tudom, hogy még jobban oda kell figyelnem. Ha bármi probléma van, egyből segítenem kell. Szabi a kaput bezárva kiejti kezéből a kulcsot. Elvis segít megkeresni. Na, indulás! A kutyus kertes háza közti betonúton vezeti gazdáját. Először a fodrászhoz vezetett az utunk. Már akkor gondoltam, hogy a gazdi után ma én is szépülni fogok. Szükségünk is lesz rá, hiszen ma sok helyre fogunk ellátogatni. Szabi haját már a fodrász nyírja. Elvis gazdi a lábánál fekve türelmesen várakozik. Indultunk is tovább egy ismerős útvonalon. Ahogy közeledtünk, biztos voltam benne, hogy ma engem is kényeztetnek. Elvis kis idő után a kutya kozmetika kapuja mellett áll meg. A szalomban lekerül róla a hám. A kutyus felpattan egy asztalra, ahol egy mosolygós fiatal hölgy kezdi kefélni a szűrét.
Nagyon szeretem Szandrát, mindig kedvesen foglalkozik velem, szerintem tele a zsebe jutalomfalattal. Ott a nyakamnál egy picit még, azaz. Jutifali. Szandra végig kefili Elvis szűrét, közben mosolyogva magyaráz a kutyusnak. Elvis gyönyörű, fényes bundával ugrik le az asztalról, és megy vissza a gazdihoz. Ahogy készen vagyunk, indulás a munkába. Kilépnek a kozmetika kapuján. Néha meg kell állni, ha a gazdinak megcsörren a telefonja. Én ilyenkor is figyelek. Míg Szabi telefonál, Elvis türelmesen várakozik. Az első útunk az Oviba vezetett, ahol Szabi és jó barátja Laci szokott érzékenyítő tréningeket tartani a gyerekeknek. A csoportszobában a gyerekek körben ülve érdeklődő tekintettel figyelik Szabolcsot, aki mesél. Elvis a gazdi közelében fekve pihenget. Az elején nekem semmi dolgom. Ők ketten beszélgetnek, a gyerekek pedig hallgatják őket. Laci kerekes székben ül. Persze játékos formában mutatják be azt, milyen is mozgáskorlátozottként az élet. A gyerekek ilyenkor bekötött szemmel végeznek különböző feladatokat. Szabi egy zsákot tart a kezében. A gyerekek sorra oda mennek és belenyúlva próbálják kitalálni, milyen tárgy is akadt a kezükbe. Egy másik játékban, babzsákokban lévő különböző magokat kell tapintásra összepárosítaniuk. Később a gyerekek Szabolcs segítségével a fehér bot használatát próbálgatják bekötött szemmel. A látássérültek többségének nem adatik meg egy olyan társ, mint én, ők egy fehér bot segítségével tudnak tájékozódni. Persze a picik is kipróbálják. Ilyenkor következem én. Először megmutatom, hogy micsoda nagy türelmem van. Szabi jutifalatot tesz Elvis órahegyére. Hű, de jó íze lehet. Egy-egy másik falat a kutya két mancsán pihen. Szabi oldalról fogja a kutya pofáját. Elvis türelemmel vár. Aztán persze a legjobb móka a simogatás. Ezt még soha nem mondtam meg. Azt hiszem, a gyerekeknek is szép napot szereztünk. A gyerekek körbeveszik és boldogan simogatják Elvist. Talán a gyerekek a legfogékonyabbak az elfogadásra. Ezért is fontos már ebben a korban, hogy megismerjék a mozgáskorlátozottak életét. Később gazdi és kutyája bemutatják a gyerekeknek, hogyan is szoktak együtt közlekedni. Szabi vezényszavakkal irányítja a kutyát. Persze a végén egy pár trükköt is be szoktam mutatni. Trükközni szeretek, már csak a jutifalik miatt is. Szabi nagy és lassú léptekkel sétál előre. Terpezbetett lábai közt minden lépésénél átbújik Elvis, oda-vissza szlalomozva. A kutyus a végén simogatást és jutifalatot kap. Később Elvis a földön ülő gazdi felhúzott térdei alatt bújik át. A gyereksereg és az óvónénik a kutyust és gazdiát körbevéve csoportképhez állnak össze. Mosolyogva integetnek a kamera felé. Ahogy tovább indultunk, összetalálkoztunk egy kedves ismerőssel. Ha a gazdi beszélget, én mindig türelemmel várok rá, de persze közben is résen vagyok. Szabi egy idősebb úrral beszélget. Elvis a lábainál ülve várakozik, közben végig fürkészve tekint körbe. Tovább indulnak. Egy fiatal lány, fekete-fehér színű, hosszabb szőrű kutyusával sétál Szabiék felé. Néha én is összefutok egy közeli baráttal. Ilyenkor persze Szabi is türelmesen vár rám. A gazdik megállnak egymás mellett. A kutyusok lelkes farokcsóválással üdvözlik egymást. Ő Nara. Régóta ismerjük egymást, és gyakran játszunk együtt. Szabi leveszi a hámot Elvisről, aki Narához bújik és izgatottan szagolgatja. A kutyusok boldogan ugrálnak egymásra, a gazdik kezében csak úgy feszül a póráz. Azt hiszem, én is bejövök neki. Míg a gazdik beszélgetnek, a kutyusok önfeledten játszanak és szagolgatják egymást. Szerencsére, ahogy a gazdáinkat hallom, ma még találkozni fogunk. Szabi
Szabiék tovább sétálva a város főteréhez érkeznek. A gazdi egy padra ülve megpihen és kólájába kortyol. Elvisz a lábánál ülve türelmesen várakozik. Néhány percre megpihenünk, mert egy könyv csomagunk fog érkezni, amit egy rajzpályázat nyerteseinek ajándékozunk majd. Induljunk is érte. Ha rajtam van a hám, én mutatom az utat. Amennyiben ilyenkor találkoznál velem, nagyon fontos, hogy ne zavarja munkámban, és ami a legfontosabb, ilyenkor soha ne simogass meg. Oda kell figyelnem mindenre. Bármikor jöhet egy gyalogátkelőhely, de ha csak egy kátyút nem veszek észre, abból is lehet nagyobb baj. Elvisz átkelés előtt egy pillanatra megáll. Mikor nem jön autó, Szabi vezényszavára indul neki. Megérkeztek a gyerekek könyvei minden gond nélkül. Indulhatunk is az iskolába. Egy futártól csomagot vesznek át és tovább indulnak. Bármilyen akadály van, Szabi tudja, én ott vagyok. Óvatosan vezeti fel egy lépcsőn a gazdit. Az ajtót is én mutatom meg. Belépnek az iskolába. Hőde sötét van itt. Üres folyosókon vezet az út. Na gyere, Szabi, ez az az ajtó. Egy alsó tagozatos tanterembe lépnek be. Bent már vártak a gyerekek. Ők már nagyobbak voltak és szépen rajzolnak. Többnyire engem. Két összetolt padra szebbnél szebb kutyarajzok vannak kipakolva. Körülöttük főként kutyusos témájú gyerekkönyvek sorakoznak. A tanítónéni a tábla előtt állva mosolyogva magyaráz a gyerekeknek. A beszéde végén egy-egy tanuló előre sétál, kezet fog Szabival és könyvdíjat vesz át. Szabi a kislányoknak puszival is gratulál. A legügyesebbeket Szabi megajándékozta egy-egy könyvvel. A gyerekek nagyon örültek neki. Az egyik kislány örömében ugrálva sétál vissza a helyére. Az utolsó kislányt a tanítónéni biztatgatva öleli meg. Persze aztán itt sem maradhatott el a játék, még egy puszit is kiosztottam. Ilyenkor töltődöm fel igazán. Elvisz boldogan nyalja arcon az egyik őt simogató kisfiút. A kisfiú sietve törli le a kutyabuszit. Elvisz izgatott farokcsóválással fogadja az őt körbevevő tanulók cirógatását. Ahogy az iskolából tovább indultunk, a gazdi kérésére egy padot kerestem. Szabi szájáról leolvasható, ahogy különböző vezényszavakkal irányítja a kutyát. Elvisz egy kopottas pad előtt áll meg. Ő leült megpihenni, eközben én azon morfondíroztam, hogy nem vagyunk messze attól a helytől, ahol nekem mindenféle finomságot szoktak beszerezni. Bárcsak arra mennénk tovább. Kis pihenő után Elvisz tovább vezeti a gazdit. Mondd, hogy balra. Ez az. Jól éreztem én, hogy oda megyünk. A kutyus megáll az úttest előtt. Mikor nem jön autó, neki indulnak. Egy állateledeles bolt nyitott ajtaja előtt állnak meg. Ebben a boltban vettük azt a labdát is, amit annyira szeretek. Szabi szokta nekem dobálni. Miután az előző vásárló kijött, Szabiék besétálnak a kicsinke boltba. Elviszről lekerül a hám. A kutyaboltos bácsi is nagyon kedves velem. A juti falat így sem maradhat el. Pacsiért cserébe Elvisz juti falatot kap az eladó úrtól. Jó lesz vigyázni a vonalaimra, még a végén elhízom. Az eladó egy kartonnyi kutyakonzervet nyom Szabi kezébe. A gazdi egyik kezében a kutyakaját, másik kezében a hámot fogva lép ki az üzletből. Na, ez egy darabig elég lesz.
Később már a kutyatáp terhétől megszabadulva sétálnak tovább az utcán. Ha egy gyalog átkelő helynél találkozunk, és te ülsz a volán mögött, kérlek, mindig figyelj oda ránk. A legfontosabb dolog az életemben, hogy a gazdámat biztonsággal vigyem haza. Nekem ő az első. Elvis egy zebrás átkelőnél áll meg a gazdival. Mikor nem jön autó, Szabi vezényszavára indul neki. Útjuk egy nagy füves réthez vezet, ahol Nara és gazdia várja őket. Azt hiszem, ezt az időpontot beszélhették a gazdiék. Ismét itt van Nara. A fiatal lány éppen frisbit dobál kutyusának. Elvis izgatott farokcsóválással vezeti hozzájuk Szabit. Amíg a hám nem kerül le rólam, addig nem lehet játszanom, bármennyire is izgatott vagyok. Szabi leveszi a hámot. Pacsit kér. Egy pillanatra leülteti még Elvist, végül Narához engedi. De amikor Szabi elenged, akkor kezdődhet a játék. Az igazság szerint ilyenkor is a fél szemem a gazdin van. Talán szakmai ártalom lehet. A két kutyus önfeledten szaladgálva kezd játékba. Igazán akkor leszek felszabadult, amikor azt látom, hogy Nara gazdia segít Szabinak. Ilyenkor kicsit messzebbre is elmerészkedem már. Nara gazdia karját nyújtja Szabinak, aki belekapaszkodik a lányba. A sok kötelesség, összpontosítás mellett ilyenkor végre ellazulhatok. Míg a két gazdi beszélget, a kutyusok boldogan kergetőznek. Hatalmas köröket leírva szaladgálnak a háza közti füves részen. Végül a gazdik lábánál kötnek ki, akik mosolyogva simogatják meg a kutyusokat. Akár mekkora a játék, ha Szabi hív, nekem ott a helyem. Szabi combjára csapva hívja Elvist, a kutya a lábához ül. A játék után átvesszük a komolyabb feladatokat, ezek észrevehetetlenül segítenek a hétköznapi életben is. Szabi lassú léptekkel sétál előre. Terpezbetett lábai közt szlalomozva bujikát Elvis. Úgy látom, ezeket Nara is nagyon ügyesen csinálja. Nara is bemutatja a szlalomos mutatvány. Újra Elvis következik. Szabi oldalazva lép egyet-egyet, mikor a combjára csap, Elvis újra és újra a lába mellé csücsül. Szabi a kezébe lévő jutifalival motiválja a kutyust. Nara a gazdi kézmozdulatát követve lefekszik, majd pördül egyet maga körül. A végén jutifalatot kap. Tényleg ügyes. Szabiék mosolyogva figyelik Naráékat. Elvis visszahozza a gazdi által messzire hajtott pórázt. Vezényszavakra Szabi kezébe adja a gazdi földön heverő táskáját, majd a saját hámját is. Ha vége a kikapcsolódásnak, a hám újra rám kerül, és folytatódik a nap. Szabiék tovább sétálnak. Egy busz megállóhoz közelednek. A gazdi szájáról leolvasható, ahogy vezényszavakkal irányítja a kutyát. Egy vakvezető kutya meg tudja azt is mutatni, hol van a busz megálló, és ezt felugrással jelzi. Természetesen a dicséret sem marad el. Elvis előső mancsaival felugorva mutatja a megálló tábláját. Szabi elismerően simogatja meg a kutyát. Egy fákkal övezett, nagy füves részhez sétálnak tovább. Szabi egyébként szakács is. Nem sokán megyünk vele főzni, de előtte egy kis labdázás még belefér. Elvisről ismét lekerül a hám. Szabi előveszi jutalomfalat tartó erszénykéjét és a földre dobja.
Elvis felveszi és a gazdinak adja. Szabi a zsebére akasztja a kis zsákot, majd dobálgatni kezd a kutyusnak egy vastag, kötélből összehengergetett gumilabdát. Elvis hatalmasokat szaladgálva, izgatott farokcsóválással hozza vissza a játékot újra és újra a gazdinak. Játék végén Szabi a mellkasára csap, mire Elvis előső lábaival a gazdira ugrik. Két lábon állva mancsait a gazdi kezébe helyezi. Jár érte a juti falat. Szabi már kötényt ölt be magára, egy konyhában szorgoskodik. Egy kondérnyi gőzölgő főtt krumplit tördel össze. Később diót reszel, csirke mellett paníroz. A konyhában zárult a napunk, ahol Szabi mindenféle finomsággal készült a vendégeinek. Ezek az illatok persze engem sem hagynak hidegen. Elvis a konyha padlóján fekve, nagyokat szaglászik a levegőbe. Szabi már az olajban forgatja meg a húsokat. Itt mindenhol olyan jó illatok vannak. Asztalok körülülve, tizenéves gyerekek falatozzák a Szabi által főzött vacsit. A végén a gyerekek jó étvágyjal fogyasztották el az elkészült menüt. A nap végére elfáradtunk. Nincs más hátra, mint kisétálni a vonatállomásra, mert Melinda, a gazdi felesége, ma távol volt tőlünk. Elvisz a vasútállomásra vezeti a gazdit. Melinda a peron felől mosolyogva sétál feléjük. Hátán nagy táskát cipel. A kutyus izgatott farokcsóválással köszönti. Melinda megcsókolja Szabit, majd széles mosolyjal simogatja meg Elvist. Melindát nagyon szeretem, egész nap hiányzott. Tudom, ha ő ott van Szabi mellett, akkor már ketten vigyázunk rá. Elvis vezeti a gazdit, Melinda Szabiba karol. Így indulnak együtt haza a vasútállomásról. Fekete háttér előtt fehér felirat jelenik meg. A film tiszteletet állít a vakvezető kutyák kitartásának, gazdáik iránti feltétlen hűségének. A filmet készítette Városi Televízió Kistelek.